és mielőtt Gaudi Nagy Tamás képviselőnek normál felszólalása megadnám a szót, először 2 perces felszólalásra adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nagyon érdekes pillanatok érkeztek el a törvényjavaslatok vitája kapcsán, hiszen egy olyan párt képviselője próbálja immár sokadik éve osztani az ész demokráciából, amely párt a nemzet elnyomására fogant, több tízezer magyar ember kivégzésében, elhetetlenítésében, kitelepítésében működött közre, és tökéletesen örököse annak a nemzetpusztító hatalomnak, amelyet bolsevizmusnak nevezünk, és szerencsére most már úgy tűnik, hogy jobb létre szenderül, de még maradtak egy páran képviselők, de már igen kevesen, hála Istennek a magyar választók bölcsességéből. És ha így folytatják, akkor rövidesen az önkormányzati választásokon még annyi sem marad önökből, mint amennyi most éppen itt mellettem. És azért javaslom mindannyiunknak tanulmányozzák Hagyó Miklós esetét, figyelemre méltó körülmény, mely szerint a mentelmi jog ugye csak azokat védi, ugye, akik adott esetben védelemre szorulnak az országgyűlési képviselői munkájukkal kapcsolatban, de aki felhasználja a köztisztséget arra, hogy olyanokat tegyen, ami a nemzet vagyonának megcsapolására irányul, annak bizony számolni kell a legkeményebb következményekkel. Tehát éppen ezért azt kell mondanom, hogy a demokrata az, aki egyrészt nem fél. Mi nem féltünk, én nemzeti jogvédőként nem féltem az önök rendszerében. 8 évig egy olyan rendszert működtettek, ahol szabadságjogokat lábbal tiporták, tömegesen zárták hazafiakat börtönbe, vonták eljárás alá, lőtték ki az emberek szemét 2006 őszén. Igen, a szemkülövetők itt ülnek mellettem, meg kell próbálni elviselni ezt az érzést, de igyekszem elviselni, de mindesetre ezek az emberek, önök adtak parancsot a rendőreiknek arra, hogy tapossák sárba a magyar emberek szabadság küzdelmét 2006. októberében, szeptemberében, de ennek még megjön a bőtje, kedves elvtársak, köszönöm. Köszönöm szépen, és most következik a írásban előre bejelentett felszólalások sora. Gaudi Nagy Tamás úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, akkor igyekszem most egy picit tárgyszerűbb keretek között maradni. Eddig is tárgyszerű voltam, hiszen a MSZP és politikus bűnözők különböző dolgait tárgyaltuk, de most ugye az előterjesztésnek a 9-es előterjesztésről szeretnék továbbra is véleményt mondani. A kisebbségi véleményként már elmondtam az Alkotmányügyi Bizottság kisebbségi véleményeként egy részét, de most szeretném tovább folytatni. Mégpedig ez a bizonyos idegen test, amire Schiffer András is utalt, az LMP frakció vezetője. Tehát én úgy gondolom, hogy most már egyre inkább kezd formálódni az a megoldási lehetőség, ami a következőképpen állna. Álláspontom szerint a kétharmadnál is nagyobb többséget szerzett Fidesz végezze el a kormányalakítás munkáját, alkossa meg a kormányprogramot, vitázzuk le a kormányprogramot, és alakuljanak ki azok a struktúrák, amelyek így vagy úgy többé-kevésbé kritizálható vagy kevésbé kritizálható módon, de keretét fogják adni a 4 éves kormányzásnak. De most ezt a folyamatot ne zavarjuk meg azzal, hogy egy nagyon komplex szabályozásnak, egy alkotmánynak, egy választójogi rendszernek egy eleméhez hozzányúlunk, pusztán csak azért, mert egyébként hozzáteszem, a Fidesz életemben következetes, mert 1998-as programjában is 30. pontban azt jelezte, hogy ugye törvényt fognak benyújtani a kisebb országgyűlés érdekében. Nem tudom, hogy történt-e ilyen, de egy biztos, hogy most előterjesztettek egy ilyet. Azonban nyilvánvalóan fel kell tenni a kérdést, hogy vajon mi az igazi oka ennek? Tehát azon kívül, hogy ez egy népszerű intézkedés, nyilvánvalóan népszerűnek tűnhet, hiszen a választópolgárok döntő többsége, akikkel én is a közel 50 lakossági fórumon találkoztam, nagyon komoly fenntartásokat fogalmaznak meg a képviselők, pláne az ilyen típusú képviselőkkel szemben, akik a felszólalás ideje alatt járkálnak, mással foglalkoznak, és demonstrálják azt, hogy a választók akarata igazából nem izgatja őket. De az olyan képviselők, akik viszont komolyan veszik a munkájukat, és szeretnének alkotó jelleggel a nemzetházához méltó színvonallal és akarattal szolgálni a nemzet ügyét, azok számára úgy gondolom, hogy nem feltétlenül megnyugtató megoldás önmagában a kisebb létszám. Hát időzzünk el a történelmi példáknál. Előkerül ugye a 45-ös választás, ugye a kisgazda párt ugye nagyon komoly eredményt ért el,
Ekkor még ugye a bolsevizmus nem volt teljesen kibontakozó félben, illetve hát a Vörös Hadsereg már itt volt, több százezer magyar ember áldozata, véráldozata révén ugye bevonultak és szétzúzták az országot, és velük jöttek azok a bolsevikok, akik utána aztán átvették a hatalmat a kékcédulás választásokkal, ebben igen nagy gyakorlata van a mellettem ülő párt elődeinek. Tehát gyakorlatilag a 45-ös választás idején fel kell említenem, hogy nem tudom, hogy tudja valaki, hogy hány képviselői helye volt az akkori nemzetgyűlésben a képviselőknek. Kérem szépen, 409 képviselője volt. És ha tovább megyünk a két háború közötti időszakra, ebben az időszakban is változó létszámok voltak, ugye azért figyeljünk arra, és itt azért én megtettem a bizottságban már az előterjesztésemet arra, hogy gondolkozzunk el azon, hogy nem lenne méltóbb és célszerűbb és észszerűbb a történeti jogfolytonosság helyreállítása tárgyában hozni egy emelkedett szép országgyűlési határozati javaslatot, hiszen ne felejtsük el az 1920. évi első törvénycikket, ami a véres tanácsköztársasági vörös terror után helyreállította az országban a jogfolytonosságot, és elindított egy 5 éves nemzetgyűlési folyamatot, amelynek révén 1926-ban ismét helyreállt, úgymond a történeti jogfolytonosság. Tehát nekem és a Jobbik frakciónak úgy gondolom, sokkal szívünkön, sokkal közelebb álló megoldás lenne, ha ezzel foglalkoznánk, és nem a választójogi rendszer egy elemét ragadnánk ki, amivel az egész rendszer lényege meg tud billenni. Ugye ez a bizonyos 45-ös választáson, tehát 409 képviselő volt, és bizony a kisgazda párt itt egy nagyon szép eredményt, 245 képviselő helyet töltött be ebből a nemzetgyűlésből, utána sajnos ugye azon elkezdtek fogyatkozni, hiszen a Vörös Hadsereg a bolsevik képviselőkkel együtt szépen apránként levadászta őket, vagy fizikailag megölték őket, vagy pedig internálták őket, mint hogy Kovács Bélát, a kisgazdapárt akkori főtitkárára is tették ezt. Tehát igenis ez a probléma, úgy gondolom, egy műprobléma, és itt idézni szeretnék viszont egy másik tételt, mégpedig a Fidesz által is szerintem nagyra becsült képviselőnek, a volt képviselőnek az írásából, Tölgyesi Péter ezen kétkötetes alkotmány kommentár, aminek első kötetét tartom a kezembe, a bevezető tanulmányban nagyon megfontolandó felvetést tesz. Mégpedig arról ír, hogy vajon hogyan és miként érdemes alkotmányozni. Következőket mondja. A nemrégen még általánosan sikeresnek gondolt magyar társadalmi-gazdasági modell majd minden porcikája betegnek látszik. Csak hogy a régóta szinte élethalál harcot vívó két közeleti tábor országában megegyezéses kiútkeresés alig ha várható. Ugyanakkor bármelyik oldal kétharmados választási győzelmét követő kísérlet az egyoldalú alkotmányozásra bajosan teremthet a politikai közösség egész által elfogadott alaptörvényt. A másik tábor beleegyezése nélküli alkotmány csak újabb frontot és szakaszt nyithat a hideg polgárháborúban. Viszont ennek befejezése nélkül mérsékeltek az esélyeink, gondjaink hathatós orvoslására. A háborús versengés lezárásának keretei leginkább mégis a parlamentáris hatalomgyakorlás és a jelenlegi alaptörvény lehet, mondja ő. Ezen utóbbival én már nem értek egyet természetesen, hiszen a jelenlegi alaptörvény ugye annak az időszaknak a terméke, amelyet az ellenzéki kerekasztal, nemzeti kerekasztal tárgyalások igazából valós társadalmi feltámadás nélkül fejlesztettek ki. Ugye Zétény Zsolt ebben a már felmutatott Történeti Alkotmány című könyvének a 27. oldalán erről a következőt írja. Magyarországon 1948 óta napjainkban és hatályban levő alkotmánynak nevezett alaptörvény létének első 4 évtizedében egy oktrojált és fiktív alkotmány volt, tehát amiatt az önkény uralom erőltetett rá a társadalomra, ugye ne felejtsük el, hogy nem egy demokrata, itt született meg, tehát borzalmas belegondolni, hogy ezen ház falai között Rákosi Mátyás által vezetett Magyar Dolgozók Pártja erőltette rá az országra ezt az alkotmányt, amelynek számos esetben szóvirágszerű tételeit látszat szerint sem érvényesítette, nem is tartotta meg. És nyilvánvaló az előbbiekből, hogy Magyarországnak 49-ig ténylegesen történeti alkotmánya volt. És bizony jelenleg is van, hiszen ez semmi valóban, ahogy Balczó Zoltán képviselőtársam is mondta, ez semmi nem helyezte hatályon kívül, számunkra is iránymutató mértékadó lehet, és az alaptörvény, a sarkalatos törvényekkel együtt a létező emberjogi intézményrendszer instrumentumainak modern beemelésével kiegészülve egy megfelelő garanciát adhat, hogy a tisztességes, élhető társadalom